Milyen? Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a feltételezéseitekre fogok válaszolni, ugyanis régen, körülbelül egy hónapja, kértelek titeket, hogy Instagramon és YouTube-on írjatok rólam ilyen feltételezéseket, hogy mit gondoltok rólam, és a mai videóban ezeket fogom megválaszolni. Kezdem az Instagramosokkal, és akkor utána majd áttérek YouTube-ra, úgyhogy akkor csapjunk is bele. Első feltételezés, hogy szeretnél franciául tanulni. Igazából szeretnék más idegen nyelvet tanulni az angolon kívül, és ugye tanultam németet, de azt nem azért, mert annyira szerettem volna, hanem mert csak azt tudtam, és kellett egy második nyelv. De hogyha lehetne választani, hogy milyen másik nyelvet tanulnék, akkor az tutira a spanyol lenne. Egy kezeden meg tudod számolni, hány barátod van, viszont velük a kapcsolatod nagyon jó. És remélem, hogy ez a teljes kérdés, vagy feltételezés, mert utána van 3 pont, és az Instagram nem írta tovább. Hát olyan barátaim, akik tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon jóba vagyok. Egy kézem. Igazából van szoros baráti köröm általános iskolából, középiskolából, meg most egyetemen is, és mindenhonnan pár ember, szóval szerintem kicsit több, mint egy kezemen megszámolható szoros baráti kapcsolatom van, de tényleg nincsen olyan nagyon sok. Mivel hugrabugos vagy, ezért én egy kedves lánynak tartalak. Köszönöm. Szeretsz otthon a családoddal lenni? Igen, nagyon. Kedvenc tevékenységem itthon lenni. Jobban szeretsz angolul olvasni, mint magyarul. Ez igaz. Ez sajnos igaz, mert többet kéne egyébként magyarul olvasnom, mert tekintve, hogy ugye írni próbálok, és ezt így néha nehéz összehozni, hogy többet olvasok angolul, mint magyarul, és néha fogalmam sincs, hogy magyarul hogy kéne valamit megfogalmazni, angolul meg nem tudom, mert magyarul írok, szóval a kettő nem teljesen összeegyeztethető. Többet kéne egyébként magyarul olvasnom, csak jobban szeretek eredetiben, és a legtöbb könyvem angol szerzőtől van, tehát inkább angolul olvasom. Sajnos. A következő. Hogy egoista vagy? Hát, jó. Oké. Végülis én ezt nem tudom teljes mértékben megállapítani magamról. Szerintem éppen csak egészséges egoizmusom van. Ez gondolom külső szemlélő máshogy látja. Írtál más könyvet is a kiadott könyveiden kívül? Folyamatosan írok. 4 könyvemet adtuk ki. Annak a sorozatnak a befejező részét már megírtam, meg közben dolgozok másik sorozaton is, úgyhogy igen, írtam más könyveket is. Kávéfüggő vagy? Ez aljas rágalom. Nem igaz. Kicsit sem. Egyáltalán. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy csak 15-16 éves vagy. Nem, 19 vagyok egyébként. De köszönöm, ezek szerint fiatalnak tűnik. Szereted az állatokat? Igen, ez teljes mértékben igaz. Utolsó Instagramon feltett feltételezés, vagy hát írt feltételezés, hogy jók a jegyeid. Igen, ez igaz. Egyelőre még. Még nincs vége az első vizsgai időszaknak, de eddig jók a jegyeim. Akkor most átmegyek YouTube-ra. Oké. Azt feltételezted... Amúgy olvasni nem tudok már, úgy tűnik túl sokat tanultam. Szóval azt feltételezem rólad, nem sértés, sőt, hogy még nem voltál szerelmes, nem találtál olyan fiút, aki érdekelt volna, de nem azért, mert veled bármi baj volna, csak te intellektuális vagy, és teljesen más dolgok érdekelnek, mint a kortársaid egy részét. Köszönöm egyrészt, hogy intellektuálisnak tartasz. Másrészt igazából nem igaz ez a feltételezés. Az első fele nem igaz, de a második fele igen. Szóval ez ilyen megosztott. A következő a kedvencem. Ebből egyébként 2 is van. Egy valaki írta, kétféleképpen lett megfogalmazva a kérdés, mert kétféleképpen kaptam meg. Szóval, leszbikus vagy esetleg biszex, illetőleg azt feltételezem rólad, hogy nem vagy hetero. Életem kedvenc kérdése. Egyébként, nem mint a bárkinek így igazából köze lenne hozzá, de megválaszolom, mert tényleg
mindenkinek a legégetőbb kérdése velem kapcsolatban ez szokott lenni, és hát akkor legyen. De szóval ez úgy néz ki, hogy a hajam hossza nem függ össze a szexualitásommal, szóval azért van rövid hajam, mert tudom, hogy egyébként mindenki emiatt gondolja ezt. Egész középiskolában ez volt a helyzet, de azért hordom röviden a hajamat, mert így szeretem, mert így tetszik, és sokkal jobb így nekem. Szóval a kettőnek semmi köze egymáshoz. Most, hogy már ezt is tisztáztuk, következő. Feltételezem rólad, hogy az idegenekkel is kedves vagy, ha nem is érdekel, azaz idegen személy, vagyis barátságos típus vagy. Hát idegenekkel általában az szokott lenni, hogyha beszélgetni kezdek idegenekkel, akkor igen, próbálok kedves lenni. De mivel elég félénk vagyok idegenekkel, ezért általában így nem szoktam sokat beszélni. Azt feltételezem rólad, hogyha egy könyvben gay ship van... Mi? Gay ship? Mi? Szóval azt feltételezem, hogy ha egy könyvben van gay ship is, akkor azt jobban kedveled, mint a straight párosokat. Ez egyáltalán nem igaz. Egy jó ship, az egy jó ship, attól függetlenül, hogy a benne lévő emberek milyenek. Tehát például a... Mi volt az a borzalom? Ja, igen. A Wake of Vultures sorozat, vagy mi az? The Shadow sorozat, aminek a Wake of Vultures az első része. Abból ugye az első rész tetszett, az összes többi az... az nem. És abban volt az, hogy ott tényleg volt létező összes fajta ship, ami lehetséges, és nem tetszettek egyáltalán. Pedig ott aztán tényleg volt minden, és nem. Egy jó ship az egy jó ship, tehát... Ami cuki, az cuki, ennyire nem tudok más mondani, nincs ilyen preferált párosításom, hogy milyen partnereknek kell benne lennie. Szerintem nagyon hatékony tudsz lenni, ha kell, és második, szereted a teát. Szeretem a teát, ez egyértelmű, ki nem szereti a teát. És igen, elég hatékony tudok lenni. Nem inkább, hogyha kell, hogyha akarok, de akkor nagyon. Azt feltételezem rólad, hogy szeretsz olvasni, de lehet, hogy nem, szóval bocsi, ha marhaságot írtam. Vicces, nagyon vicces. Utálok olvasni egyébként. Azt feltételezem, hogy nagyon szeretsz egyedül lenni és szóval igen, tudjuk milyen típus vagyok, igen. Igen, introvertált vagyok, ez teljes mértékben igaz. Az, hogy szeretek egyedül lenni az idő nagy részében egyébként, mondjuk úgy totál egyedül. Tehát itton is inkább úgy szeretek egyedül lenni, hogy amúgy így egyedül vagyok szobámban, meg egyedül csinálom a kis dolgaimat, de hogy amúgy másik élőlény van a házban, és nem a macskákra gondolok most, hanem így emberi lényre. Azt úgy jobban szeretem, hogyha így néha valami eszembe jut, akkor van kivel beszélgetni. Nem szereted a szoknyákat? Hát ez... igazából nem igaz. Mert nincs velük semmi bajom, csak nem hordok olyan sokat, mert az... főleg most télen hideg van, de nyáron szoktam, van egy csomó ruhám. Nem, ez nem igaz. Szia, azt feltételezem rólad, hogy meg fogod növeszteni a hajad a közeljövőben. Nem, holnap megyek fodrászhoz, úgyhogy nem fogom mostanában megnöveszteni. Egyébként gondolkodtam rajta, kicsit elbizonytalanodtam régi képeken, amikor láttam, hogy hosszú a hajam. De aztán mindig rájövök, hogy is sokkal jobban szeretem, és még hogyha meg is növeszteném, újra levágatnám, úgyhogy nem is erőlködök vele. Marad ilyen. Az az érzésem, hogy nem vagy barátkozó típus, az idegenekhez kissé hűvösen viszonyulsz, remélem tévedek. Nem, de hasonló kérdés volt az előbb, de nem is az, hogy idegenekhez hűvösen viszonyulok, csak ilyen bénán. Mert nem, idegenekkel néha nem tudok mit kezdeni, hogy mit mondjak, meg ilyenek, tehát hogy... nem, ilyen egyébként ez lehet hűvösnek tűnik, de csak félénk vagyok. Szerintem egy nagyon vidám, energikus lány vagy, aki imád alkotni és ebben találta meg önmagát. Ez teljesen igaz. Az energikus néha nem annyira, de a maradék igen. Hú, itt van sok.
Azt feltételezem rólad, hogy holló hátos hugrabugos lennél, hugrabugos vagyok. Mert igaz, kettő keveréke igazából. Nem annyira szereted a vörös pöttyös könyveket, eléggé igaz. Nem szereted az elektronikus zenét, azt nem, tényleg. Valamikor elviselem, de amit nem szeretem. Nem szereted a fizikát és a kémiát. A fizika tanáromat szerettem, ő jó fej volt. A tantárgyat már kevésbé, de csak mert bonyolult volt. A kémiával egyébként nem volt bajom, így a középiskolás szinten sem, mert jó voltam belőle azért, tehát meg tudtam tanulni. Szóval nem mondom azt, hogy kifejezetten nem szeretem, de jobb, hogy nem kell már tanulnom. A ló a kedvenc állatod, egyértelmű, tehát hogyha most mindegy, nem látszódnak, de igen, ez örök kedvencem, és az is marad. Ez egy nem egy olyan dolog, amit kinőttem. Fentvagymoly.hu-n. Igen, egyébként be is vagyok linkelve a leírásba. Minden elérhetőségem ott van a leírásban. Következő, hogy inkább cicás vagy, mint kutyás. Ezt lehet onnan feltételezik sokan, hogy macskáink vannak, de az nem függ össze. Igazából nem vagyok se cicás, se kutyás. Én lovas vagyok. De mivel szeretem az állatokat, ezért konkrétan majdnem mindegy, milyen állatot tesz valaki elém, én azt megbakuskatom meg minden. Tehát, hogy az kutya, macska, tök mindegy, csak lehessen simogatni. Szereted a krimit? Nem mondom azt, hogy nem szeretem, de filmben sem nézem annyira, meg könyvben sem. Most, hogyha elém jön, akkor megnézem, elolvasom, de úgy külön nem szoktam így olyat keresni. Jó tanuló vagy, de nem szeretsz tanulni. Jó tanuló vagyok, és igen, annyira nem szeretek tanulni. Csak bennem van mindig ez a késztetés, hogy saját magamnak akarok megfelelni, azért mindig tanulok. Imádod a fantazit. Na ez igaz, körülbelül. Ha valaki végignéz a könyves polcomon, az elég egyszerűen meg tudja állapítani. Nem szívesen olvasol romantikus könyveket, de nincs velük bajod. Ez sem teljesen igaz így ebben az értelemben, mert szeretek azért olyan könyveket olvasni, amikben van romantikus szál, vagy éppen erről szólnak, csak ugye a romantikus könyvet is különböző stílusban lehet írni. Tehát van a vöröspöttyös kategória, amit nem szeretek, meg van az olyan kategória, mint mondjuk egy John Green könyv, vagy Rainbow Rowell könyvei, cukibb. A romantikus szál ilyen cukin van megcsinálva, és így nem arra van az egész ilyen nyálas csöpögősen kiérezve. Meg igen, néha kell a kis lelkemnek. És az utolsó feltételezés pedig az, hogy azt feltételezem rólad, hogy kevés horrort nézel, olvasol, ez igaz. Horrort azt többet nézek, mint olvasok, mert ilyen családi filmezéskor jobban becsúszik egy horror. Olvasni szerintem egyet, ha olvastam a horrorstört, azt is olyan most idén nyáron valamikor. Szóval azt tényleg nem olvasok. De nem is nagyon szeretnék. Na hát most már mindent tudtok rólam, legalábbis amire rákérdeztetek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.